különös érzés szembekerülni, újra látni a kezdetet, a hogyan is volt állapotát, az első lépéseket, és mindenek előtt Lutrát. Hiszen mi is úgy hívtuk őt, Fekete István kedves állathősét, Lutrát a vidrát. Csak nem a nagy harcsa. Vigyázz, Miklós, mert lehet, hogy nem hal. Usztics Mátyás vagyok. És a filmben Miklós barátját, Jancsit a halászt játszottam. Annyi más filmszerep után is nagyon sok újdonságot, meglepetést tartogatott számomra a film. Már az előkészületek is eltértek a hagyományoktól. És én lehetőséget kaptam arra, hogy olyankor is ott legyek a forgatáson, mikor szerep szerint nem kellett volna. Sok szépséget és nagyon sok nehézséget jelentett ez a hosszú, 3 éves munka. A vidrával való forgatás nehézségei az állat jelleméből, tulajdonságaiból adódnak elsősorban. Míg a természetben élő ember, a vadász vagy a halász is csak nagy ritkán láthatja, és eltelhet úgy egy élet, hogy egyszer sem találkozik vele. A vízi világ talán legtitokzatosabb, legóvatosabb ragadozó emlőse. Folyóban, tóban, ritkán hegyi patakokban, vízimalmok környékén tűnik fel. Éjszakai vadász, nappal alszik. Életmódja olyan tehát, hogy szinte sosem kerül az ember szem elé. Hogyan készült el a film? Hogyan is megy végbe az a folyamat, amíg egy regényből film lesz? Sok mindenre volt szükség. Hiszen a film forgatásához nélkülözhetetlen technika Magyarországon nem állt rendelkezésre. Alkalmas helyszínként egy gödöllői, érintetlen erdőrészlet kínálkozott. A könnyebbség kedvéért kezdjük ott, hogy az állatkifutók, a speciális színpad és a medence helyének kialakítása volt a nyitány. Az építkezéssel együtt elindult a film jövendő sztárjainak és epizódistáinak kikeresése, felkészítése. Ez volt a mindennapi feladat. Nem könnyű, viszont annál hosszadalmasabb, hiszen egy természetfilm forgatásánál eleve több állattal kell számolni, mint ahány végül is a filmre kerül. Ennek több oka van. Például a természetes elhullás, vagy az a tapasztalat, mely azt mutatja, hogy nem mindegyik jelöltből lesz színész. Előfordulhat, hogy a gondozó a legkitartóbb munkával sem tudja rávenni növendékeit arra, hogy szerepeljenek. Leendő hőseink egyelőre szűk helyen élnek, hiszen új otthonuk, a forgatás helyszíne még épül. A legfontosabb feladat tehát a félelemérzet leküzdése, a későbbi közös munka alapfeltételeinek megteremtése. Talán a legfontosabb, hogy az állatok eltűrjék, illetve megszokják a stábot, a kamerát, a forgatással járó nyüzsgést, a zajokat, hogy olyan életet éljenek, mint a természetes körülmények között. Amint elkészült egy-egy kifutó, az állatokat áttelepítettük új, tágas otthonukba, ahol minőségileg más körülmények várták őket. Lám csak, milyen otthonosan viselkednek. Úgy tűnik, hogy az új, összkomfortos lakosztályok megnyerték a sztárjelöltek tetszését. Ki tudja, talán a mi igyekezetünk iránti jó indulat első jeleit láttuk ekkor. Mesterséges láp is készült, később izgalmas jelenetek színhelye lesz. És megjött az első igazi sztár, a főszereplő jelölt Vidra,
Had volt, hiatt is támadott. Felnőtt korban fogták be, hatalmas tépőfogai nem a barátságát villogták felénk. Etetése tisztes távolból történik. Nézzük csak, talán ő lesz Karak. A hajlama, alakja, formája megvan hozzá. A vidra egyelőre kényszer lakóhelyen lakik egy kádban. Minden komfort nélkül. De készül már a medence, ahol luxus körülmények között fényűző lakás várja majd. És amott hátul már majdnem kész a színpad. Ez itt a főépület. A film egyik legfontosabb díszlete, a Vizi Molnárék háza. Szaporodnak a létesítmények, átalakul a környék. Egyre több kifutó épül föl, a sztárok és epizódisták lassan mind új helyre kerülnek. Sajnos nem csak az építkezés haladt, hanem az idő is. Elszaladt a nyár, az ősz, és megjött a tél. Elassult az élet, és lelassult az építkezés is. Az állatokkal való munka azonban nem állhatott le, hiszen másképp az idáig elért eredményeket kockáztattuk volna. És eljött a tavasz, és ez új lendületet adott az építkezésnek, megpesdült az élet nálunk is. Nicsak, hogy megszaporodtak a Karak jelöltek. Talán hozzájuk hamarabb eljutott a hír, hogy kényelmes, jó körülmények között készülhetnek a szerepre. Igen, igen, hiszen elkészült a rókavár. Meg lehet a szalagátvágás ezúttal elmaradt, ez azonban mit se von le a létesítmény nagyszerűségéből. Mint tudjuk, a puding próbája, ha megeszik. Ezúttal a próbát az jelenti, hogy vajon hogyan lakják be a művészek a díszletet. Úgy tűnik, ő egy kissé ideges. Csak nem a felkészültséggel, netán a szövegtudással van baj. Vagy talán a smink hiányossága okozza, ki tudja. Rudi szemmel láthatóan nyugodtabb. Az esélyesek nyugalmával veszi birtokba a rókavárat, na és a szerepet. Hisz mondanom sem kell, ő az igazi profi, ő lett Karak megformálója. Nos, akár el is kezdődhet a családalapítás. Mint később kiderült, a fáradozást siker koronázta. A családalapítás és a szerepalakítás is sikerült. És a filmen már Rudi, azaz Karak látható. Kölykei már alig várták odahaza. Thank you.
Ugye mennyit változott a táj? Ki mondaná, hogy itt nemrég érintetlen erdő állott? Az építkezés, tereprendezés lassan a végéhez közeledik. A major körül kialakul a háztáji gazdaság. És íme a tó, a fatkacsák leendő tanyája. Ahogy illik, fészek is kerül, s a fészekben íme a tojások. A művésznőnek gyakorolni kell fellépés előtt. És itt egy nagyváltós újú versenyző. Ismerkedik az új környezettel. Ez lesz az a mocsaras helyszín, ahol a vadászt játszó színész majd kilövi. Nem, most még nem. Most még tavasz van, és az elkövetkezendő nagy események színhelye zölden virít. Hát elkészült, befejeződött a nagymű. Áll a major, az épületek, a színpad, a kifutók. Ünnepélyes, nagy esemény. Mérföldkő a forgatás történetében. Lutra medencéjébe víz kerül, s a Vidra a fürdőkát komfort nélküli hidegségéből több csillagos luxushotelbe költözött. A mindennapos foglalkozás nem állhat le így sem, és közben elkezdődik a forgatás is. Ne értsék félre, nem a Vidra bundáját tisztítják a rátapadt szennyeződéstől. A bőrét ingerlik, hogy a zsírmirigyeit fokozottabb működésre serkentsék. Vissza kell a Vidrát szoktatni arra, hogy dörgölődzék, hogy fennmaradjon a víztaszító tulajdonság a bundáján. És itt a dublőr is. Ha az első számú lutrát valami baj érni, a forgatás nem állhat le. Ez azonban több szempontból nehézséget is jelentett, éppen az állatok természete miatt. A Vidra saját fajtáját sem tűri maga körül. A találkozás végzetes lehet egyikük számára. Egy medence lévén mindkettővel külön kellett a szoktatási programot végezni. Délelőtt az egyik, és délután a másik dolgozott. A vadász ösztön ébren tartásához egy kis ügyességi gyakorlat. Azt hiszem, hogy a módszer helyességét a filmen látható vadász jelenetek méltóképpen bizonyítják. A film rendezője személyesen tanította a Vidrát. Nem is gondolják, mekkora eredmény, hogy az állat engedi a halat kivenni a szájából. Normális körülmények között a Vidra öl a zsákmányért. Persze küzdeni itt is küzd, de nem támad. Csodáltam ezt a türelmet, és mi tagadás, kicsit irigyeltem a bátorságát. Az állatszereplők tulajdonképpen együtt voltak, most már csak az ember szereplőket kellett kiválasztani. Az első terv szerint amatőrök vettek volna részt a filmben. Olyanok, akiknek a civil foglalkozása megegyezik a filmbélivel. Az újsághirdetésekre nagyon sokan jelentkeztek. Egy hétig folyt a meghallgatás, a próbajátszás, míg végül is színészek kapták a feladatot. Így lettem a filmbéli vadász, azaz Miklós alakítójának, Zágoni Zsoltnak a partnere. Már csak ez hiányzott. Róka meg a görény tetejébe most még a Vidra is. És a jó hír? Azt mondtad, van egy jó híred is. Igen. Rossz hír, jó hír. Ugyanaz. Itt hogy mennyi minden történt addig, míg a lakodalmi képig eljutottunk, nagyon hosszú volna elmondani. A nehéz terep, a négy évszak, a helyszínek a Szalajka völgyétől, Túr Istvánin keresztül, Szeremléig, a Gemenci rezervátumig,
Sok élmény, sok örömet, de fáradtságot, nehézséget is jelentett. Kedves kislányom, baja alatt például a Dunaparton egyszer mínusz 27 Celsius fokban forgattunk. A szél borotvaként hasított, egy időre a felvevőgép is használhatatlanná vált. Az Isten éltessen benneteket, és legyetek olyan boldogok, mint mi az én drága feleségem. Vagy tavasszal, egy kétnapos eső után a felázott gáton rekedt autóbuszunk, és a nagy létszámú stábot terepjáról vitte hármasával a vadon mélyén lévő forgatási helyszínre. Több ezer kilométeres utazás, több ezer méter film leforgatása, nappali és éjszakai felvételek, nagyszerű, ritka pillanatok. De az is előfordult, hogy valamilyen oknál fogva kimaradt egy-egy jelenet a filmből. Kimaradt például a most látható tánc jelenet is. Más szempontok kerültek előtérbe, és így a nagy vígasság bemutatása ezúttal elmaradt. Nem maradt el viszont a vihar, a fakidőlés, de hogy benne legyen egyáltalán, az nem kis bonyodalmakkal járt. A repülőgép hajtómű, amely zúgó szelet gerjeszt. Szó szerinti viharos csók, robbantás, a fa marad, a vidra más irányba ugrik. Na még egyszer. Szélgép indul. Tessék, gyerekek! Gyerünk! Hideg szél fúj, megfázol. A nagyfáig még veled megyek. A keresztútig elkísérlek. Még egyszer viharos csók. Robbantás. A fa marad. A vidra más irányba ugrik. És ez így ment kilencszer egymás után. Végül elfogyott a robbantószer, elfogyott a benzin a szélgéphez, majd végül lement a nap. Új nap, új lendület, s a filmbe természetesen a végső, a jó megoldás került, mintha minden simán ment volna. Esztikém, menj vissza! Hideg szél fúj, megfázol! A nagyfáig még veled megyek. Keresztútig elkísérlek. Oda légy! Ki gondolta volna, hogy itt lakott az orrom előtt? De ez már nem lesz. Aztán beköszöntött a második tél. Az állatokkal való mindennapos munka folyt tovább. A forgatáshoz szükséges ösztönök életben tartása, a természetes magatartás megőrzése a cél. A feladat furcsa kettősége abban áll, hogy az állatoknak egyrészről szelídnek, emberbarátnak kell lenniük, de úgy, hogy a ragadozó tulajdonságokat és magatartást is feltétlenül megőrizzék. A műtermi felvételek javarésze télen készült. Hogy a vidrát a feladat elvégzésére rávegyük, sok-sok apró trükköt kellett alkalmazni. Ez például a folyóparti nagyfa alatt lévő vidravár makettje. Ez a járat köti össze a várat a folyosóval. Ez vezet ki a vízből a pihenőhelyre. És itt a makett a víz alá kerül. Ez a vidravár víz alatti bejárata. Thank you.
Lassan kialakul a végeredmény, elkészül a filmbeli jelenet sor. Az édes ízek kis cápája, a fűrészfogsorú villámgyors csuka. Tartott tőle Lutra? Hát annyira nem, hogy meg ne támadta volna. Mezei színű házi nyulak az előtérben. Ugye milyen szép természetes környezetben élnek? Nos, eláruljuk önöknek, hogy ezúttal is Bucketről van szó, csak az álcázás jól sikerült. A nyuszi is láthatóan jól érzi magát, még ismerkedésre is jut idő a tanulás mellett, bár a menyét szándékai nem feltétlenül barátiak. Ezúttal azonban a nyúl túlságosan nagy falatnak bizonyul. Kérem, ahogy a kedves vendég óhatja, egy kis méretcsökkentés, egy kis fazonigazítás, a menü előállt. A zavartalan együttműködés érdekében soha nem alkalmazhatnak az állatokkal szemben fizikai kényszert. A sokszor hosszabb, fáradtságosabb rávezetés is meghozza a kívánt eredményt. Persze érdekes volna meghallgatni erről a fehéregér véleményét is. Jól érzik magukat a kacsák. Nem fitymálják a makett malomkereket. Meg lehet, az igazitól való távolság talán riasztaná őket, hiszen az eredeti, a filmben többször látható vízimalom a Molnár tanyájával együtt majd 400 kilométerre van innen. A víz alatti és a cselekményes állatjeleneteket viszont csak itt, azaz művi körülmények között lehetett megcsinálni. Gyere ide, mutasd magad! Téged aztán jól helyben hagytak. A teremtését. És még így sem sikerült mindig. A medence szűk ablaka miatt előfordult, hogy felvétel közben képbe került az ablakkeret, és ezért újra kellett venni a jelenetet, nehogy lelepleződjünk. De nem csak az ablakkeret szólhat közbe. Olyan eset is előfordult, hogy az egyébként azonnal és villámgyorsan támadó hidra váratlanul békét kötött a hal. És most valami olyan látványban lesz részük, amit még a zoológus is csak nagyon ritkán, vagy sohasem láthat. A szakirodalom szerint úgy tudjuk, hogy a vidra fogságban nem szaporodik. Nekünk viszont olyan kivételes, szenzációs pillanatokat sikerült megörökítenünk, mely párját ritkítja a világon. Ilyen a vidramász. A medence természethű berendezéséhez már sem időnk, sem anyagi lehetőségünk nem volt. Így hát sajnos a filmben ezek a képsorok nem láthatók. És ezek viszont már a filmünkben is látható delfinek. Ebbe a titokba is beavatjuk önöket. A felvételek Bulgáriában készültek. De nem csak a tengerben. Egy belga mutatványos turnézott éppen arra, és a felvételek az ő engedélyével készültek. Három év Gödöllőtől a tengerpartig. Hogy vajon megérte? Döntsék el önök!